Néhány nappal ezelőtt Nyírbátorban egy rendkívül súlyos üzemi baleset történt. Ebben a balesetben elhunyt egy egész életében tisztességesen dolgozó családapa, az ő gyermeke és a testvére. Tisztában vagyunk azzal, hogy a tulajdonosok rendkívül gazdag és befolyásos emberek. A Mi Hazánk mozgalom egy minden részletre kiterjedő, független, alapos, pártatlan vizsgálatot követel. A magam részéről azt tudom ígérni, hogy nyomon követem az ügy alakulását, és minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy kiderüljön az igazság, és felelősségre vonják azokat, akik erről a balesetről tehetnek.